Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy valentinnapi kedvezményes jóslás. Ebbe benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Noala részére. Kedves Noala, üdvözöllek téged, ez a te videód, én kezdeném a szerelmi kirakással, aztán áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, a jobb oldalon pedig az ő kártyái. Ami most a képen látható ott középen, az mutatja a te jelenlegi helyzetedet. A bal oldalon ez a horgony arra utal, hogy keresed a helyedet az életben. Le akarsz valahol horgonyozni, vagy legyökerezni. Kell a biztonság érzete. És középen áll ez a férfi, ez a nagy szerelem, te úgy érzed, hogy nála tényleg legyökeresztél, de ez még egy nagy titok, erre utal a könyv, mert nem látjuk, hogy mi van benne, de ez még egy titok, erre utalhat ez a könyv, mert a könyv zárva van, nem látjuk, hogy mi van benne, minden olyan titokzatos, olyan átláthatatlan, utal az ő zárkózottságára is. Persze azt is jelentheti, hogy ez a férfi okos, képzett, tanul még valamit, és a horgony jelenti a munkát is, mivel ő itt áll középpontban, az lehet, hogy nála lesz munkahelyi változás. Ami pedig téged illet, látható, hogy ez a férfi áll nálad a középpontban, de azért légy zárkózott, titokzatos, mert ő ezt kedveli. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Nála ott jobb oldalon látható ez a torony. Ez lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, de azt is jelentheti, hogy félelmei vannak, fogva érzi magát, mint egy labirintusban, és keres egy kiútat. Szerencsére ott van mellette a kasza, ami ezt elvágja, és akkor ő ezt maga mögött hagyja. A kasza mellett látható a lilium, ez utal ártatlanságra, tisztaságra, vagy az ő ártatlanságára, vagy ő így tekint rád. A Lenormand kártyánál a Lilien utal testi kapcsolatra is, és megvan nála ez a vágy. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert ez fog bekövetkezni a közeljövőben. Az első képen ott fent bal oldalon látható az ostor. Valaki megpróbál téged ostorozni, ami fáj. Itt vannak kihívások, viták, veszekedések a pénzügyi dolgok miatt. Mert az ostor mellett ott vannak a halak és az utal anyagi dolgokra. Mellette a levél, az lehet egy szerződés vagy egy hír is. Mivel itt ez a lelki társad megjelenik a képeken, lehet, hogy ez nem a te helyzeted, hanem az ő helyzete, hogy valaki pénzt követel tőle. De ennek ellenére légy te is óvatos. A halak nem csak anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is. Látható ott a feje felett, ami az ő gondolatára is utal, hogy te értékes vagy számára,
és ez a hír jönni fog, erre utal a levél. Visszatérve a halakra, gyakran jelentenek a halak mély érzelmeket, egy lelki kapcsolatot is. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene neki elgondolkoznia, mert pontosan ez fog bekövetkezni nála a közeljövőben. Ott fent jobb oldalon látható ez a gyűrű. Az jelenti azt, hogy ő visszatér az életedben, de jelenti az eljegyzést, a házasságot is. A gyűrű mellett ott van a kulcs. Ő ezt tudja, ő ezt tervezi. A kérdés az, hogy ez az ajtó még nyitott, vagy te bezártad-e ezt az ajtót. De ő úgy gondolja, hogy megvan ez a kisugárzás, megvan ez a siker, és erre a sikerre utal a nap. A nap megvilágít valamit, és kiderül az igazság. És ő ezt keresi, ő kezébe veszi ezt a kulcsot, és maga biztosan nyitja ezeket az ajtókat, ahol ő tudni akarja, mi az igazság. Ez az ajtó utalhat zárkózottságra is, meg nyitottságra is. Ő diplomatikusan kezeli a dolgokat, ami számodra fontos, hogy visszatér hozzád, hogy sikered lesz, és ő biztos a dolgában. Azt is jelenti ez a kombináció, hogy kiderül a valóság. Most megnézzük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartani, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, tehát ez is egy nagy titok. A te titkaid. Ott lent bal oldalon láthatóak a madarak. Azok beszélgetésre utalnak, vagy egy személyes, vagy egy telefon beszélgetésre. Miről van szó? A szív mutatja a témát, tehát szerelemről, és mikorra várható ez a hír. A virágcsokor május hónapot jelent. De már úgy tavasz elejétől számíthatsz erre a közeledésre. A virágcsokor nem csak az időt mutatja, hanem egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. És ez lehet ez a gyűrű. És most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amire ő nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát ez is egy titok. Az ő titkai. Ott jobb oldalon lent látható ez a hegy. Ennek szimbolikus jelentése van. Neki vannak problémái és gondjai, amit meg kell, hogy oldjon. Azt is jelentheti, hogy jelenleg kettőtök között ott van ez a hegy, olyan, mint egy fal, és nem tudja, hogy közeledjen hozzád. A hegy mellett ott középen látható ez a kereszteződés. Hamarosan ott lesz, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és döntéseket fog hozni, fontos döntéseket. Ezek az utak jelentik azt is, amikor sors utak kereszteződnek. A ti utatok kereszteződött. Nem csak ez a középső kártya utal erre, hanem a kereszt is. Természetesen lehet a keresztnél egy vallási téma, de azt is jelenti, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez lehet egy kármikus szerelem kettőtök között. Ami itt látható, ennél a kombinációnál, hogy vannak gondjai, nehézségei, de döntéseket fog hozni,
és tudja, hogy te fontos vagy számára, ő visszatér hozzád. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ezen a kártyán láthatók a csillagok, ami szerencsét hoz. Szerencsétek lesz. Azt is jelenti, hogy ez a szerelem a csillagképekben megvan írva, ahogy ő érzi is, amit ez a kereszt mutat, hogy kettőtök között van ez a sors kapcsolat, mély érzelmekkel egy lelki kapcsolat. A csillagkép utal az időre is. Mindig a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Az lehet, hogy korábban ez még túl korai volt, ez a tartós párkapcsolat, és most eljön az ideje annak, hogy kibéküljetek, összejöjjetek. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a ti éneteket. Ha te az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja azt, hogy te játszod a főszerepet. Az indiai számítás szerint te az oroszlán jegyében születtél, mert a nap az oroszlán jegyében van. Az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik, és az utal a bátorságodra, a lelkesedésre, a testi közelségre, a testi kapcsolatra is. A nap nagyon jól érzi magát az oroszlán jegyében, mert a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Az ő horoszkópjában a nap az indiai számítás szerint a bak jegyében van. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik, és itt reális dolgokról van szó, ő nem álmodozó, hanem ő a terveit szeretné megvalósítani. Megvan nála a kitartás is, vannak magas célok. Az egyetlen, amit téged talán zavar a párkapcsolatban, ha ő azt mondja neked, igen, én szeretlek téged, akkor ő ezt nem ismétli meg, hanem ő úgy gondolja, te ezt megértetted, és ebben marad. Ő ezt nem ismételgeti, mert ő úgy gondolja, hogy amit ő kimondott, abban bízhatsz. Te viszont az oroszlán jegyében születtél, te állsz a középpontban, kell számodra a siker és az elismerés. Mert te állsz a középpontban, ugyanúgy, mint a nap, a középpontban áll a mi naprendszerünkben, és te a nap hatása alatt állsz, mert, mint mondtam, a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Neked szükséged van arra, hogy mások felnézzenek rád, megbecsüljenek téged, észrevegyenek, bókoljanak neked, és ő ezt megteszi, ő bókolgat, de csak egyszer, és úgy gondolja, ezzel minden rendben van. És ha te ezt hiányolod, akkor ő nem tudja, hogy miről beszélsz. Aztán előfordulhat az is, hogy szükséged van erre az elismerésre, és te ezt másoktól kapod meg, ezt ő észreveszi, és féltékeny. Holott nincs semmi a háttérben. És emiatt van egy kis bizonytalanság kettőtök között. Viszont egy érdekes kapcsolat, amit még megemlítenék. Szaturnusz bolygó az a sorsok bolygója. Őrzi a kármikus témákat, és néha megleckésztet bennünket. Szaturnusz bolygó ez évben a bak jegyében mozog, és mivel ő a bak jegyében született, kihat rá. Lesznek változások, fontos döntések.
És most megtekintjük a hold energiáját. A hold szimbolizálja az érzelmeket, a vágyokat, a reményeket és az álmokat is. Te egy fél hold napon születtél egy csökkenő hold fázisban. Egy fél hold szép, de ezek belső feszültségek gyakran a gyermekkorból, mert a nap az szimbolizálja az apát, a hold az anyukát, és így vannak ilyen emlékek is. És miért van ez a feszültség? Mert egy fél hold napon a hold, a nap és a mi földünk kapcsolatban áll egy háromszögbe, de hiányzik valami. A te napod az oroszlán jegyében a tűz eleméhez tartozik. Amikor te megszülettél, a mi földünk a vízöntő jegyében volt, tehát a levegő elemében. A holdad a pika jegyében van, tehát a föld elemében. Itt megvan ez a háromszög, az oroszlán jegye, a vízöntő jegye, a pika jegye, az elemek pedig a tűz eleme, a levegő eleme, a föld eleme, hiányzik a víz eleme, az érzelmek. Az nem jelenti azt, hogy neked nincsenek érzelmeid, de itt hiányolod ezt, és ezt kívülről kapod meg. Ezt elvárod a lelki társattól. Az ő horoszkópjában a hold szintén a bika jegyében van, egy ilyen növekvő hold fázisban. Mivel a holdatok ugyanabban a jegyben van, így megvan köztetek az összhang. És a bika jegye az a nyugodt, élvezi az életet. Ami fontos idén. A felfele mozgó holdcsomó, Rahu, az mutat egy ilyen kármikus utat, vagy egy témát, amit ti nem ismertek. És ez a holdcsomó ez évben a bika jegyében mozog. Jövő év márciusáig itt marad a bika jegyében, tehát mindkettőtöknél lesznek kármikus emlékek, témák, és kerestek egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiútat. És most áttérek a Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a művészeteket, a harmóniát és a nőiességet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van. Ez egy magabiztos fellépés, és téged mások mindig észrevesznek. A nőiességedet is, mert megvan ez a kisugárzásod. Az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, az utal a lelkesedésre, de a szenvedélyekre is. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő ízlését, esetleg a tehetségét a művészetek területén, de azt is, hogy mit vár el a párkapcsolatban, és mit vár el tőled. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, itt mindig van mozgás, tevékenység. A nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, megvan köztetek ez a jó kapcsolat, harmónia, és egy hangban álltok, ezt átélitek a párkapcsolat területén. És most áttérek Mars bolygó energiájára. Mars bolygó mutatja az erőt, a bátorságot. Ez nálunk hölgyeknél is megvan, és nekünk is szükségünk van erre a Mars energiára, mert kell, hogy védjük magunkat, kell, hogy bebizonyítsuk magunkat az életben. Mars az egy férfias energia,
és a mi horoszkópunkban utal a lelki társra is. Férfiaknál természetesen mutatja a férfiasságot. A te horoszkópodban Mars bolygó az a szűz jegyében van, te nagyon okosan intézed a dolgokat, nem sietsz el semmit, hanem mindent úgy átgondolsz. Ahova be tudod fektetni az erődet, az energiádat, az lehet egy gyógyászati terület, gyógyhatás, mert megvan nálad ez a tehetség. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, és ez utal reális dolgokra. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a bika jegyében van, ugyanúgy, mint a holdja is, és van kényelmes, élvezi az életet. Ami jó kettőtök között, hogy a bika jegye szintén a föld elemében van, és így megvan köztetek a harmónia. És amint mondtam, hat a férfiasságára is, hogy a felfele mozgó hold csomó Ráhu jövő év márciusáig a bika jegyében mozog, és itt vannak ilyen kármikus témák, egy új lehetőség, egy új megoldás, vagy egy életterület, ahol ő még nem ismeri ki magát. Lesznek változások. Kedves Noala, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!